Jó reggelt! 2021. november 14-e van. Csákány pusztáról indult a mai túra a bezárt birkacsárdától. Indultunk a kék kereszten, időközben már rátértünk a kékjelzésre is, az országos kék túra nyomvonalára. Itt a Vértesben fogunk ma túrázni. Számításom szerint egy 20-22 kilométer fogunk végig túrázni. Tökéletes őszidő van. Köd, kicsit hűves, 6-8 fok. Csapadék, hál' Istennek, azért nem várható. Úgyhogy ilyen körülmények között fogunk ma túrázni. Tartsatok velem a mai túrán is. Mint mondtam, itt a kék keresztjelzésű turista úton ballagunk, és legelőször a Csákány pusztai kápolna romjához fogok elballagni. Ott fönt a dombon található a kápolna romja. Ez nincs messze innen az úttól. És utána balra fogunk kanyarodni. Csákányos pusztai kápolna a romjai. És ahogy látom, itt a mai nap teljesítménytúrába csöppentünk. Itt egy ellenőrző pont van. Ehelyen állt Csákányos egyháza középkori kápolnája, épült a 13. század végén. Régészeti feltárás megtalálta a mellette elterülő temetőt és a falu helyét. A kápolna mellől előkerült egy árpádkori kőfaragvány is. A kápolna a faluval együtt a török kor alatt pusztult el. Folytatjuk utunkat abba az irányba egyenesen. Csákányos puszta, a Mária szakadék, de ezt majd csak visszafelé fogjuk útbe ejteni. Előtte jobbra letérünk a kék keresztjelzésen, azon a jelzésen folytatjuk utunkat. Balról jön az országos kék túra nyomvonala, a Mária szakadék felől. Mi pedig itt, ahogy mondtam, jobbra megyünk felfelé a kék keresztre. Jóféle kapaszkodó lesz emlékeim szerint. Ott van az alja, onnan jövünk. És oda tartunk felfelé. Jól emlékeztem, hogy van itt egy meredek kaptató. Ráadásul kicsit csúszik is most már ez a talaj. Leszállt a köd, és vizes minden. A körtvélyesi kilátó felé tartunk, de nem tartom valószínűleg, hogy nagyon messzire lehet látni ebből a ködbe, de mégis teszünk egy óvatos kísérletet.
ma nincs olyan szerencsénk, mint 2 hete Zemplénben. Akkor 3 ragyogó napot fogtunk ki. Nem baj, ilyen körülmények között is jót lehet túrázni. Körtélyesi kilátó. A 16 méter magas erdei kilátó 2015 májusában került felállításra a Tatabánya közelében fekvő Kiskopasz hegyen. A kilátóból kiváló panoráma nyílik Tatabányára, és a tetejéről megtekinthető a Vértes legmagasabb pontja, a Nagycsákány 487 méter is. Igen, de nem most, mindegy. Felnézünk. Pontosan felmegyünk és szétnézünk. Nos, hát ennyi. Kész. Gyönyörű a látvány. A körtvélyesi kilátó után újra itt vagyunk az országos kék túla és a kék kereszt közös nyomvonalán, és meg is érkeztünk a körtvélyesi erdei temetőhöz. A temetőről az 1800-as évek kezdetétől találhatók feljegyzések. Körtvélyes puszta egyház közösségi gondozását 1815. július 17-től bízták a felső gallai plébánosra. Olvasom el végig. Így néz ki napjainkban a temető. Van egy síremlék, mégpedig itt nyugszik 7 magyar katona. Vissza kék keresztre, és folytatjuk utunkat. Hamarosan újra letérünk az országos kék túra nyomvonaláról, bal felé, a körtvélyesi kápolna felé. Néhány szó a Vértes hegységről. A Vértes velencei hegyvidék középtáj részét képező Fejér és Komárom Esztergom megyében elhelyezkedő kis tájcsoport területe 307 négyzetkilométer, 3 kis tájat, Vértes fennsík, Vértes peremvidéke, Gánti medence foglal magában. Az alacsony, tönkös sasbércek sorozatából álló középhegység főtömegét adó triász dolomit mellett mészkőformációk üledéksorozatai is részt vesznek a felépítésében. És már is itt vagyok a körtvélyesi kápolnánál. Kis ügyes kápolna. Visszamegyek a kék keresztre is. Folytatom a túrát.
abból az irányból jöttünk, és hogy hol vagyunk, Macska Bükk nevezetű helyen. Balra Szárd, Nagyegyháza, Óbarok, Csabdi, jobbra Szép Ilonka forrás, Vértesom, Oroszlány, Mór. De mi továbbra is a kék kereszt jelzésen folytatjuk az utunkat. Itt balra le. Egy völgyben vezet az utunk befelé, és ott feltűnt egy építmény. Mindjárt megnézzük, mi van ott. Csak közben óvatosan kell lefelé menni, mert csúszik. A kövekre nem érdemes ebbe a nedves időben rálépni, a biztos, hogy megcsúszik az ember rajta. Most ilyen körülmények között túrázunk. Ez valami kegyhelyszerű történet. És abba az irányba folytatódik az út. Még mindig a kék kereszt jelzési turista úton ballagunk, és időközben sziklaformációkhoz érkeztünk ott a fák között. Hatalmas nagy sziklák égtelenkednek. És jól néznek ki. Ebbe az irányba folytatjuk utunkat a Mátyás kút felé. Hamarosan meg is érkezünk. Mátyás kút 1970. És itt rátérünk újra az országos kék túra nyomvonalára. Visszamegy. Láttunk valamit. Visszafordulok ott a fák között. Keresek valami táblát, hogy kitáblázol ez a fából alkotott szobor, de nem látok.
Ott húzódik az országos kék túra nyomvonala. Én pedig letértem balra, csak azért, hogy megkeressem a vörös lyuk nevezetű barlangot. És valahol ott a sziklák közt lesz. Kicsit csúszik a talaj, ezért nehézkes a kapaszkodás. Mindjárt fent leszek. Igen, ez csúszik. Igen, ott van. Az a helyzet, hogy minden lépést meg kellett gondolni. Nos, ez az. Egy kis kitérő az országos kék túra nyomvonaláról. Nos, ennyi. És akkor itt leereszkedek. Remélhetőleg nem töröm össze magam. Vitányvár. 0,9 km, 20 perc, Mária szakadék 3,8 km, és Gráciák 600 méter. Bár most is sűrű a köd, de akkor is felmegyünk. Itt az őrjelzésen ballagunk, és utána balra kell letérni a Gráciák felé. Balra, felfelé. Talán egy fokkal jobb a kilátás, mint a Körtvélyesi kilátóban. Itt pedig leereszkedünk, és vissza az öldre. És innen ballagunk a Vitányvárhoz. Én még láttam ezt az emlékfát évekkel ezelőtt úgy, hogy tele volt kitűzőkkel. Rockenbauer Pál, 1979. Szárliget, indulj el egy úton, zalai tekergők. Nos, feltoltuk ide is, Vitányvár. Mindjárt mondom, mit ír róla a Wikipédia.
a vár keletkezésének idejét és építőjének nevét nem ismerjük. Feltehetően az itt birtokos Csák nemzetség egyik tagja építhette a tatárjárás után. Várnagyként a Gutkered nemzetségből származó másik Mihályt 1319-1324-ben említik okleveleink is, mint királyi vár. Luxemburg Zsigmond 1410-ben Hohenzollern Frigyesnek zálogosította el. Még röviden csak annyit, hogy többszöri török-magyar birtoklás után mikor is 1598-ban felrobbantották. Most ilyen állapotban néz ki a vár. Még benézünk a várba, és utána folytatjuk. Próbálkozik az öreg gajas is. Innen üdvözlöm a Vitányvártól. Itt egy szint lehetett, itt lehet látni az oszlopoknak a helyét. Na, azt hiszem, hogy itt most elköszönünk a vártól. A Vitányvár után néhány lépés, és már is itt vagyunk a Mária szakadékban. Itt még leereszkedünk, és utána nem soká az autónál leszünk. Még itt azért némi odafigyelést kíván a túra. Csúsznak a kövek, gyökerek. Hát ez szép lehet, ha itt zúg lefelé a víz a sziklákon. Itt jobbra is nagy sziklák. Nos,
Akkor itt lassan el is köszönök. Az úton hál' Istennek nem történt semmi probléma. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem találkozunk a legközelebbi túrán is. Addig is az Isten áldja meg mindenkit. Minden jóval. Sziasztok!